Mikulás a végzős diákoknak csodálatos rendezvényt hozott. December 6-án este tartotta szalagtűzőjét az Éjes Gyula Gimnázium a Szuha Sportcentrumban. A Smooth Criminal elnevezésű korábban gimnáziumba jár diákokból összeállt fiatal banda szórakoztatta a vendégeket. Dr. Szenyéri Zoltán igazgató köszöntőjében az esemény jelentősége mellett felhívta a figyelmet azokra az aktuális változásokra is, amelyek meghatározzák a diákok boldogulását a továbbtanulás során. Néhány hete jött a némileg feloldozó hír, hogy a felsőoktatásban közvetlen feltételként nem kötelező a nyelvvizsga, de soha ne feledjétek, hogy jelenleg az egyetemen végzettek több mint fele azért nem kapja meg időben a diplomáját, mert nem rendelkezik a nyelvismeretéről bizonyítvánnyal. 93 tanuló végez az idén a Éjes Gyula Gimnáziumban Dombóváron, és az ő szalagtűző bájuk zajlott ma este. Nagyon büszke vagyok rájuk. Én azt gondolom, az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb műsora volt. Évek óta megkülönböztetett figyelemmel készülnek a gyerekek a szalagtűző bárra, saját tánccal, saját koreográfiával. Nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt hetekben a lázában égtek a szószoros értelmében. Rengeteg próba volt, és hát külön örömteli a számomra, hogy visszatérünk a klasszikusokhoz, visszatérünk a hagyományokhoz, és 40 pár táncolt az idén Bécsi Keringőt, elképesztő koreográfiával, és elképesztő kavalkád volt a ruhákban. Természetesen nagyon köszönöm azoknak a tánctanároknak, felkészítőknek, akik segítettek a műsort elkészíteni. Nagyon köszönöm a kollégáknak is a türelmét és a kitartását, hiszen most ezekben a hetekben bizonyára nem a tantárgyak körül forgott a gyerekeknek a gondolata, hanem elsősorban azon, hogy ma minden sikerüljön. A 11-esek műsora után minden végzős diák osztályfőnöke tűzte fel a szalagot, a szertartást a hozzátartozók büszkén és meghatódottan élték meg. Legalább akkora súlya van a szalagtűzőnek a diákok életében, mint a ballagás és az azt követő érettségi. Itt érzik először ők is szüleik is, hogy hamarosan kirepülnek a családi fészekből és elhagyják az otthonukat, hogy a nagybetűs életben próbáljanak szerencsét. Az újonnan megválasztott dombavári testületet dr. Németh Tímea alpolgármester képviselte, aki maga is az Éjes Gyula gimnáziumban tanult. Elismerően szólt a rendezvény színvonaláról, és reménykedik abban, hogy a diákok tanulmányaik befejezése után visszatérnek városukba, és itt alapítanak majd családot. Bennem is emlékeket ébresztett, mivel jó magam is az Éjes Gyula gimnáziumba jártam, és én nagyon-nagyon jó emlékekkel jöttem el a gimnáziumból. A program bállal folytatódott, majd hagyomány szerint a fiatalok még hajnalig ünnepelhettek a számukra szervezett afterpartin.